A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió családmagazinját látják, és a stúdióban köszöntöm vendégeinket is, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most már második alkalommal van itt velünk Tűzkő Klára, beszédértés terapeuta, idegrendszeri integrációs mozgásterapeuta. Szervusztok, köszöntöm a nézőket. És persze nem először van velünk Tornyai Gábor atya, plébános mentálhigiénis szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben a műsorban is igyekszünk időnként azért aktuálisak lenni, amellett, hogy a családról beszélgetünk, a család problémáiról, de mindig vannak olyan helyzetek, amelyek megváltoztatják a család életét, és ehhez a családnak alkalmazkodni kell, gyereknek is, felnőttnek is valamilyen szinten. Sajnos most is ilyen helyzetet él a világ, nem csak itt Magyarországon, hiszen egész Európát érinti az energiaválság, illetve ha nem messze tőlünk folyó háború, amely akárhogy is nézzük, egyszerűen ott van a családban, nem tudjuk kikerülni, nem tudjuk félretenni, hiszen sokféle hozadéka van. Viszont ezt fel kell dolgozni gyereknek és felnőttnek egyaránt. Kérdés elsőként az, hogy a gyerek mennyire éli meg, tehát észreveszik-e, és hány éves kortól tudatosul a gyerekekbe, hogy valami most nem úgy megy, mint ment ezelőtt. Nehéz kérdés volt? Én a saját családomból tudok példát hozni. Ugye az én a kisebb gyermekeim 11 és 13 évesek, és az az igazság, hogy az ő kis életüket már egészen korán, hát nem tudom, 5-6 éves koruktól végig kísérte az, hogy mi ugye beszélgettünk így katolikus családként a teremtésvédelemről, természetvédelemről más nyelven. Tehát, hogy nagyon fontos, és ők látták azt, hogy a világban mozgó folyamatok, hogy megindultak a népvándorlások, tehát ezeket mi így nem rejtettük el őket, és kérdezgettek természetesen, hogy miért mennek. Mondjuk, mert nincs étel, mert nincs ivóvíz, mert probléma, mert háborúk vannak. És akkor mi lesz, hogyha mindenki ideér? És akkor így beszélgettünk erről, hogy igen, hogy ezért nagyon fontos vigyázni a vízünkre, hogy maradjon, tehát hogy a tiszta víz, hogy zárd el a csapot, te is ezzel hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy megóvjuk ezt a kincset. És én azt gondolom, hogy így az energiaválság kapcsán is ezek a gyerekek boldogan segítenek. Én azt látom, hogy ebbe a generációba olyan késztetések vannak, hogy ők szeretnék megóvni a földet, hiszen az ő jövőjükről van szó. Tehát szerintem az ilyen tizenéves kiskamasz gyerekekkel már nagyon jól meg lehet ezt beszélni, hogy ez tulajdonképpen a földnek jó, hogy mi kevesebb energiát fogunk most használni. És a kisebbek? Ott mi a helyzet? Hát a még kisebbek, ők a családban lévő energiaváltozásokat fogják, és most itt nem az elektromos áramra gondoltam, érzékelni. Ugye a gyerek az mindig érzékeli a családban az összes változást, mint egy kis szeizmográf. Ha anya feldúltan van otthon jelen, vagy apa dühötten érkezik haza a munkájából, vagy egyáltalán egy konstans feszültség van a családban, akkor ezt ők leképezik. Tehát ők sírni fognak, ők kétségbe esni fognak, ők jelezni fogják azt, hogy diszkomfort érzetük van. A Máté Gábornál olvastam ezt az egyik könyvébe, talán a Szénszórt elmék, azt hiszem abban írja le, hogy amikor ő pár hónapos baba volt, ugye ő a háború idején született Budapesten, és akkor pár hónapos baba volt, és akkor az édesanyja kért segítséget a házi orvostól, hogy segítse, jöjjön, mert sír a gyerekem, és nem megnyugtathatatlanul sír, és nem tudok vele mit csinálni. És akkor mondta, hogy ja, a zsidó gyerekek most mind sírnak. Tehát, hogy ez ilyen szintű ez a dolog, hogy a gyerek pontosan érzi, hogy ott most nagy baj van, és valami nagy feszültség van, és nagy nehézség van, és át fogja venni, és a saját kis testébe is meg fogja élni ezeket a feszültségeket. Ezért van az, hogy bármilyen nehézség van, a szülőket arra kell megtanítani, hogy ők tudjanak felnőtt, tudatos ember módjára jelen lenni, és feldolgozni azokat a dolgokat, amiket ő nekik adott az élet. Ha háborút adott, akkor a háborút kell feldolgozni, és most nem azt mondom, hogy ez könnyű, de azért egy néhány nemzedék már túlélt egy jó néhány háborút az emberiség történetében, és itt vagyunk. Tehát muszáj megtanulni, feldolgozni a legnagyobb nehézségeket is.
mert akkor lehet egészséges éplélekkel túlélni, és ha egészséges éplélekkel van jelen a család, fő és az édesanyja, az édesapa a gyerek mellett, akkor az a gyerek is egészségben és biztonságban fogja magát érezni, és minden ezen múlik. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy szóval nem biztos, hogy jobban felfújnám ezt a helyzetet, mint ami egyébként, tehát hogy tényleg egy nagyon nehéz helyzet, de azt gondolom, hogy ez mondhatjuk egy klasszikus krízis helyzet. Most éppen ezzel kell megküzdeni a családnak, de hát ugyanilyen krízis helyzet tud lenni a család megküzdésében az, ha valaki megbetegszik, vagy hogyha valaki elveszíti a munkáját, valahol át kell alakulni annak a rendszernek, ahogy a család működik. Tehát, hogy most vannak akár ezek a megszorítások, mert hogy nem tudunk annyit megengedni magunknak, ez ugyanúgy hat a rendszerre. Tehát, hogy én nem emelném ki a idézőjelesen klasszikus krízis helyzetekből ezt, ez most egy speciális krízis helyzet, de ugyanilyen nehézség volt mondjuk, amikor a Covid megérkezett, és akkor senki nem tudott semmit. Az talán még rosszabb volt, mert ott aztán minden bizonytalan volt, hogy mi történik majd, hogyan válaszoljunk, karantén volt, be volt zárkozva mindenki, összezavarodtak a családok, hogyan lesz majd munka, mi lesz majd. Tehát ott is kellett egyfajta választ keresni arra, hogy hogyan tud túlélni a család, és ebből persze születtek feszültségek, mert olyan dolgok derültek ki a családi kapcsolatokból, amik addig esetleg nem voltak úgy felszínen, és persze születtek aztán ebből valami megoldások is, hogy mégiscsak azért nem tudom, nem láttam a statisztikákat, nem tudok a statisztikákról, de nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sok válás lett volna mondjuk akár a Covid utáni vagy Covid alatti feszültségekből, de hogy az is egy erős krízis helyzet volt, amely a családnak választ kellett adnia. És hogy most ez megint egy krízis helyzet, akár a háború, bár ott szerintem kevésbé érzékeljük, hiszen több ezer kilométerre van tőlünk, tehát a híradások miatt kerül egészen közel hozzánk, meg mondjuk találkozunk azzal, hogy Ukrajnából jönnek menekültek, de most az sincsen olyan napi szinten ott az életünkben, sokkal inkább a hatásaival találkozunk, amire meg azt gondolom, hogy meg kell találni a választ, ami most éppen egy ilyen választ. Most mondok valami butaságot, hogyha most olyan kemény tél lenne normál esetben, hogy itt aztán megfagynak a villanyvezetékek, meg nem tudom, szétszakadnak a rádőlnek a fák a vezetéke, és megint egy csomó helyen nem lesz áram, arra ugyanúgy választ kell majd adni, vagy kellene adni, most ez egy ilyen fikció vagy játék, mint most erre a helyzetre. Nehéz helyzet, tehát nem letagadni akarom a helyzet nehézségét, de azt gondolom, hogy picit olyas, mint a legutóbbi adásban, amikor beszélgettünk arról, hogy amikor a szülő számára kiderül, hogy a gyerekének mi a baja, akkor ez egy felszabadító, mert ezzel tud mit kezdeni. Még addig, amíg nem tudja, hogy mi lehet a baj, addig egy szorongató helyzet. És azt gondolom, hogy ez is egy ilyen helyzet, hogy amikor már látom, hogy mi van, akkor azzal már el tudok kezdeni dolgozni, és ki tudok dolgozni egy stratégiát arra, hogy hogyan tudok ebben létezni, vagy túlélni, vagy tovább élni. Beszélgettem olyan szülőkkel és idősebb emberekkel is, azért ne feledkezzünk meg a nagyszülőkről is, hiszen ők is a család része, akik azért egy kicsit szorongóan érzik meg. És ez a szorongás, hogyha nem beszél róla, ha nem kezd el foglalkozni vele, akkor igen, mélyre mehet le. Tehát, de a másik, amit látok és tapasztalok, hogy ezt a szorongást, ha még az elején megfogja, még akár talán segítség nélkül is, utána pedig segítséggel le kell tudni dolgozni, hogy ne menjen át egy depresszióba. Tehát azért itt csak kell valamelyest foglalkozni, tehát észre kell venni, ha valaki emiatt a helyzet miatt, mert tényleg a média ott van, és mindenhonnan ezt hallja, hogy most ott az a baj, most ott az a baj, most ettől lesz más az életed, attól elkezd szorongani, és aztán ha fölülről elkezd valaki szorongani, az leül az egész családra. A szorongás az ismeretlentől való félelem. Tehát az szerintem mindenképp jó, amit mondasz, de azt gondolom, hogy abban lehet segíteni, mondjuk, és itt most tényleg mindegy, hogy gyerekről beszélek, vagy a nyugdíjasról beszélek, hogy arról beszéltetni őt, hogy tulajdonképpen ő mitől fél. Tehát mi az az ismeretlen, ami benne félelmet kelt. Tehát ahogy a Klár itt az előbb mesélte, hogy a gyerekeivel leültek beszélgetni, hogy akkor az élelmiszer meg a víz, mert nyilván nekik is voltak valamiféle kérdései, de azért sok esetben a bizonytalanságból születik meg. Hogy akkor szeretném érteni magam körül a világot, és hogyha kapok rá
például a szülőtől egy értelmes választ, amit az én kis világ képembe bele tudok illeszteni, akkor kerek lesz a világ, és akkor biztonságban vagyok. De ha nem kerek a világ, ha rendezetlen körülöttem, megfoghatatlan erőkkel vagyok szemben, akkor attól félni fogok. Főleg, ha még a nevüket sem fogom tudni megmondani, akkor az aztán tényleg szorongás szül. Tehát, hogy leginkább azt hiszem, a segítség az, hogy segíteni, nevesíteni a félelmet. Ez egy nagyon fontos dolog, és még valami nagyon fontos az én olvasatomban az az, hogyha a szülő felnőtt módjára megtalálja ezekre a megfelelő választ, akkor fog tudni a gyereknek olyan jelzéseket adni, hogy igen, nehéz helyzet van, igen, vannak feladataink vele, de mi összefogunk, és képesek vagyunk ezt megoldani. Tehát ezt a hitet, ha én tovább tudom adni a gyereknek, akkor a gyerek is elkezd valamiben hinni, és akkor elkezdi magát biztonságban érezni, mert anya, apa tudja. Igen. Tehát ez a legfontosabb, én azt gondolom, és az a legfontosabb, hogy mi felnőttek tanuljuk meg úgy kezelni ezeket a krízishelyzeteket, hogy nőjünk fel a feladathoz. Igen, ahogy Gábor mondta, ez is egy a sorból, valamiért most éppen itt tartunk, és az élet most erről szól, nekünk ezt kell megtanulnunk kezelni, és ezt kell megtanulnunk úgy túlélni, hogy azért az élet számunkra élhető maradjon. És ezt adjuk tovább a gyerekeknek, ezt a fajta optimizmus, ezt a fajta világlátást. De hát azért tegye meg mindenki, amit meg kell tennie. Nem segíthet esetleg, hogyha arra is figyelünk, hogy ne csak erről szóljon az élet. Tehát teszem azt, mondjuk ezt hallja itt ott, ott a gyerek, de mi megyünk Bodajkra kirándulni, és végigjárjuk a Galya-patakot, és láss csodát, ugyanolyan jól érezzük magunkat, mint fél évvel ezelőtt ugyanezen a területen, vagy elmegyünk, és olvasunk, vagy szóval bármi, tehát egy picit megmutatni a gyereknek, hogy azért vannak, amik megmaradnak, tehát nem csak erről szól az élet, igen, hogy most egy picit nehezebb lesz az élet anyagilag. Ezt nagyon jó, hogy mondott Csilla szerintem, mert éppen a hála jutott eszembe, hogy van egy csoport, akikhez tartozom, egy ilyen üzleti önfejlesztő csoport, és ott rendszeresen a hálanaplónkat megosztjuk egymással. Noha ez nem egy vallásos közösség, de ez egy olyan gyakorlat, amikor az ember megszámlálja az örömeit, akár utalhatunk itt Placid atyára is, aki ugye a Gulágon örömolimpiát rendezett. Tehát ez egy nagyon jó gyakorlat lehet a szorongás ellenében hatóan, hogy megszámláljuk a napi örömeinket. És most bizony én minden nap hálás vagyok azért, hogy meleg a házunk. Ami eddig természetes volt, az értékké vált. Vagy megmutatta a saját valódi értékét. És milyen jó ezekre felhívni a figyelmet, mert ez a beszélgetés azt hiszem valahol ezért jött létre, és indult el, hogy tényleg erre is fel tudjuk hívni a figyelmet. Én találkoztam olyan háziasszonnyal, hogy az egyik háziasszony elkezd panaszkodni, hogy milyen drága a boltba minden, a másik háziasszony elkezd azzal foglalkozni, hogy keres más recepteket. És keres olyan recepteket, és már hobbi vált belőle, hogy olcsóbb dolgokból miket tud ő otthon előkészíteni, vagy elkészíteni, amiről kiderül, hogy finomabb, mint a másik volt. De ez tulajdonképpen az, amit itt próbáltam mondani, hogy milyen válaszokat tudok adni felnőttként mondjuk egy krízis helyzetre. Van egy kifejezés a reziliencia. Ezt nagyon szeretem. Fordítsd, de kérlek. Hát, rugalmas ellenálló képesség, azt hiszem talán itt lehetne fordítani. Alkalmazkodó képesség. Igen, hogy kétféleképpen lehet reagálni dolgokra, ugye ezt a fákkal szokták, vagy a fa szimbóluma szokták, hogy vagy úgy, ha nagyon erősen fúj a szél, akkor nagyon erősen és keményen ellenállok, akkor könnyebben eltörik, vagy ha nagyon erősen fúj a szél, akkor meg tudok elhajolni, és utána vissza egyenesedni. És hogy tulajdonképpen ez most egy kicsit ilyen divatos kifejezésé vált, hogy akkor megtalálni azt, hogy ebben a helyzetben hogyan tudok én stabil maradni, úgyhogy ne törjek össze. És lehet, hogy egy kicsit el kell hajolnom valamelyik irányba, mert most erre, hogy arra fújja a szél, vagy ezek az áramlatok most erre elnyomnak, de nem fogok eltörni, hanem megkezdek hajolni, és keresem, hogy tudok létezni ebben a helyzetben. És hogy például ez is lehet egy ilyen válasz, hogy azt mondom, hogy sírok azért, hogy milyen drága minden, meg milyen szörnyű ez a világ, vagy azt mondom, hogy hát most ez van, akkor most vízzel főzünk, most mondtam valamit, vagy szóval, hogy most akkor másképpen oldom meg a dolgokat, mint ahogy egyébként megszoktam. És szerintem ez fontos dolog, azt hiszem, ezt újra felfedezni, megtanulni, és ebben megint azt mondom, hogy a gyerekeket is föl lehet már készíteni, hogy hát ez most nem úgy jött össze, hát most nem baj, semmi baj, akkor próbáljuk meg másképp.
Vagy ugye most így a katolikus pap sapkámat hadd hozzam akkor ide, hogy én nagyon szeretem a, lehet, hogy fura hangzik, van egy bibliai történet, a házasságtörésen élt asszony története. Amikor Jézus próbára teszik, és oda vonszolnak hozzá egy nőt, akit házasságtörésen éltek, hogy akkor Mózes azt mondta, hogy agyon kell kövezni, te akkor mit mondasz? És akkor ugye ott mondja Jézus, hogy hát az vesere az első követ, aki bűnnel kövalok köztetek, és aztán úgy szépen mindenki eloldalok. És aztán hogy kérdezi az asszonytól, hogy senki nem ítélt el, és mondja az asszony, senki. Én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz. És nekem ez most egy nagyon fontos mondat, hogy nem azt mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy hát nem csinálta semmit, semmi baj, hanem hogy megtetted, amit nem kellett volna megtenned, de csináld másképp. És ugye ez az Isten logikája, hogy, valami, eddig, valami így működött, de ez így nem működik, lehet, hogy rosszul csináltad, de akkor csináld másképpen. A sátán logikája az, hogy te rossz vagy, te nem vagy képes, te állandóan elrontasz mindent, buta vagy, ügyetlen vagy, stb., mert már megint ezt csináltad. És hogy nekem ez a fajta válaszadás ezekre a helyzetekre az valami ilyesmi, hogy, fú, ez most nagyon nehéz, ez az igazság, ezzel nem tudok változtatni. De hogy akkor mit tudok azért tenni, hogy ez az élet felé vezessen? Szoktam mondani azt, hogy, egy krízis helyzetre, ez megint az én elméletem, majd egyszer híres lesz a tornyai elmélet, hogy háromféle válasz, legalábbis ezt látom, hogy háromféle válasz születik meg. Az egyik válasz, az a mártírnak a válasza. Ez a milyen rossz, és elkezdek siránkozni. Ez a, van egy kedvencem, a Lárpulár társulatnak van egy jelenete, egy cowboy látszik a jelenetben, halljuk, hogy lövések vannak, és folyamatosan sír, hogy mennyire fáj neki, és hogy fáj a lábam, és utána azt látjuk, hogy ő folyamatosan a lábába lövöldöz bele, és közben kiabál, hogy milyen rossz neki, és mennyire fáj neki a lába, és jaj, de rossz neki. Szóval ez a mártír, hogy olyan rossz most, hogy aztán ebből. A másikat én úgy szoktam mondani, az a forradalmár, aki letagadja, lázad, letagadja, hogy bármiféle probléma lenne, nincs, és úgy él, mintha nem lenne. Erről a Mohó Poloska pattintó fenevad jut eszem, a Galaxis utiklós. Nem túl szakmai, tudom, de Galaxis utiklós topposoknak című könyvben van, nagyon szeretem, mert ott az van, hogy mindig kell lenni nálunk törölközőnek, mert hogyha jön a Mohó Poloska pattintó fenevad, akkor fölveszik a törölközőt a fejünkre. Ő egy roppant ostoba lát, mert azt gondolja, hogy ha ő nem lát bennünket, akkor mi se látjuk őt. És hogy, ilyenkor ez a lázadás az, hogy letakarom, mintha nem lenne. És a harmadik út, az pedig, amit így próbáltam, ez a bölcs útja, aki azt mondja, hogy ez van, és ez most én nem tudok változtatni, ez nem rajtam múlik. De hogy azt nézem meg, hogy, hogy tudok én ebben élni, vagy hogy tudok ebben tovább lépni, hogy, élni tudjak tovább. A hozzáállásomat változtatom igen. meg. Tehát, hogy a mártír, a lázadó, vagy pedig a bölcsnek az útja, az tulajdonképpen rajtam múlik. És ez a, akkor most nem úgy főzök, az valami, ilyesmi. Így van, pontosan. Nekem egyébként valamiért az az idő, a hét krajcár jutott eszembe ugye a regény, de ahogy keressük azokat a kis krajcárokat, és, rakjuk össze, és akkor egyszer csak meg lesz. Tehát, hogy, az ember, hogyha keres a saját tudástartományában, vagy az ismerettségi körében, rengeteg olyan lehetőséget fog megtalálni, amivel tud magán segíteni, csak ne legyen természetes az, hogy mindent készen kapunk, és mindent megoldanak helyettünk, és nekünk tálcán kínálja az élet, hanem nekünk kell változnunk. Tehát az életben egyetlen dolog az örök, amit mondani szoktak, az a változás, és ebbe nekem kell változni. Hát jó, változzon minden. Változhat az időjárás, változhat a napszak, változhat, minden változhat, a szomszéd változhat, mindenki változhat, csak nekem ne jelentsen semmit. Na hát ez nem így van. Tehát ez az időszak, most az az időszak, amikor mindenki a saját bőrén tapasztalja azt, hogy bizony neki is bele kell állnia, és meg kell tennie. És nagyon izgalmas dolognak tartom ezt, hogy ugye gyakorlóházi asszonyok vagyunk mi itt hárman, neked édesanyját teszi okay, ugyanezt, és hogy a gyakorló háziasszonyok elkezdtek klasszikus módon gondolkodni arról, hogy ugye nekünk a feladatunk a családtáplálása, tehát ez egy ősi kódolásunk, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy olyan, és hogy csinálta a nagymama, és mi volt, amikor nem volt hűtőszekrény, és hogy oldottuk meg ezt, meg hogy oldottuk, tehát olyan tudáshalmaz van egyébként a kezünkben, és akkor a bölcsesség, és olyan minden mindennel összefüggő takarékos életszemlélet,
amihez vissza lehet nyúlni, és higgyétek el, hogy nem csorbul az élet. Nem csorbul semmit az élet. Nagyon érdekes, hogyha elengedsz valamit, bármit az életedbe, amihez eddig ragaszkodtál, akkor utána jön egy teljesen új dolog. Most én a saját példámról azt tudom mondani, hogy eljutottam el az életemben egy olyan pontig, hogy én mostantól nem vezetek autót, mert egyszerűen úgy gondolom, hogy az nekem már nem kell az én látásom, ezt nem igazán teszi már úgy lehetővé, hogy én ettől biztonságban érezném magam meg a környezetemben lévőket, ezért nem vezetek autót. Oké, de mit csinálok? Ugye nem ebben a városban élek, másik városban, hát vonatozok, hál' Istennek 2 óránként jár a vonat. Aha, oké, ez mivel jár együtt? Mit pakolsz, hogy viszed, mit lesz ott? Másképp kell a logisztikát, tehát egy új életforma kezd kialakulni, viszont minden áldott nap van lehetőségem 1/2 órát gyalogolni a vonatra, meg jó esetben még hazafele is. De ez még hagyján, de leszállok a vonatról, elindulok a munkahelyem felé, hál' Istennek az nincs messze egyik a másiktól, a vasútállomástól, emberek jönnek szembe. Ismerősök, rám mosolyog, de jó, hogy találkozom. Milyen régen nem találkozom? Autóban mikor találkozol vele? Sose. És ez még de csak mutogattok egymásnak csúnyán. Oké. Okay. Szóval, hogy értitek, ez még csak 1-2 hét, és kalannak élem meg. Azt mondják nagyon sokat, hogy új, hát sző, hát borzott, hát sző. Na, ha megélhetném úgyis, hogy én szegény Zsuzsi. Amikor az nem én vagyok. De én ezt kalannak fogom fel. Lelassul az életed ettől? Igen. Hát nem fogsz annyira pörögni, mert nem is tudsz, hát hogy. Fejben lehet, tehát azért én jobbára ott élem ezt az egészet, de megváltozik, máshova kerülnek a súlypontok, és előtérbe kerülnek az emberi kapcsolatok. Konkrétan, tehát a férjemnek olyan örömmel mondom, képzeld, ezzel találkoztam, mentem, és jöttek szembe a Norbék, jöttek, és akkor teljes az. Hát igen, az nekem kimarad, mondja az én férjem. Tehát értitek, és ez még csak 2 hét tapasztalata. Tehát ez nem egy olyan hosszú idő. De én azt gondolom, hogy ember léptékűvé válik az életem. Tehát jó az, hogy rámosolygok valakire, jön szembe reggel egy futó, és akkor mondom neki, király vagy, kitartást. Érted? Tehát, hogy tudok adni olyan impulzusokat, és kapok is vissza, amitől újra az élet szerves része vagyok, sokkal inkább, mint amikor egyik dobozból a másik dobozba teszem át magamat. Tulajdonképpen most arról beszélünk, hogy minden nehéz helyzetnek van egy pozitív hozadéka. Egy humorista jut eszembe a Covid idején, ugye karantén volt, be voltak zárva, és akkor mondja, hogy hát kénytelen voltam beszélgetni a feleségemmel, és kiderült, hogy tök jó fej. Tehát ez az annyira aranyos. Igen. Jelen helyzetben is úgy gondolom, hogy akár a családok többet lehetnek majd együtt, és többet lehetnek úgy együtt, hogy akár otthon, és akkor csinálni kéne valamit. Jön a karácsony. Uh-huh. El tudom képzelni, hogy sokkal inkább előkerül majd a családoknál az, hogy na, csináljunk a nagymamának vagy a nagypapának valami ajándékot, ha innen fogjuk meg. Csak attól félek, hogy, és ezért is választottam ezt a témát, attól félek, hogy nem minden családba veszik majd észre a szülők, hogy ehhez így is hozzá lehet állni, és a pozitív hozadékát kell keresni a negatív történéseknek is, mert ahol meg elszomorodnak, az a gyereken fog csattanni. Így van. Igen, az biztos, hogy ahogy beszéltük, hogy a környezetnek az állapotát a gyerek átrezgi, gyakorlatilag ugyanúgy kezd működni, ahogy a közelében lévő felnőttek. Amit mindannyiunknak a hozzátett gondolataiból nekem eszembe jut, az nekem meg még a közösség. Tehát azt hiszem, hogy a Covid volt ez, ami kicsit visszautalt minket a saját családunkba, hogy egy kicsit ismerjük meg egymást újra. És amíg nem kellett egyébként megfelelni a világ ugyanolyan nem normális kihívásainak otthon, addig egész jó volt nekünk legalábbis. Amíg nem kellett online is jelen lenni, addig nagyon komfortos volt. És most azt látom, hogy ahogy Zsuzsi is mondja, hogy találkozik emberekkel, vagy ahogy a 7 krajcárban, ugye a 7. krajcár, az a koldustól kerül elő. Így. És mondja is az édesanyja, kódistól alamizsnát. És hogy, tehát, hogy támaszkodnunk kell a szomszédainkra, támaszkodnunk kell a nagy családra, és ápolnunk kell ezeket a kapcsolatokat, mert most már nem tudunk mindent pénzzel megoldani. Viszont. Tehát például, amikor mi Nagykanizsán laktunk 8 évet, az Dél-Zala, az egy szegényebb régió. És ott azt tapasztalhattuk meg, hogy a szomszédok eljönnek, és kiássák nekünk a csatorna helyét. És egy hihetetlen megtapasztalás volt, mert nekünk akkor abban az állapotunkban nem is lett volna pénzünk arra, hogy megfogadjunk valakit. És egyszer olyan ügyes mesterek voltak, mindenkinek volt 3-4 szakmája, mert ott csak úgy tudtál életben maradni.
hogy mindent megcsináltak és bekötötték. Tehát a kalákázás például elő tud jönni, hogyha így építkezésekben gondolkodunk. Nem tudom ugyan, hogy az engedélyeztetések fognak erre, hogy is mondjam, élhető reakciót adni. Hát remélem. Hát bízunk benne, és úgy kell hozzáállni. Tehát tényleg ez is egy olyan dolog, hogy mi irányítjuk valamelyest? Lehet ezt mondani? Bizony. Mire gondolsz? Hogy... Nagyon sok mindent mi irányítunk. Bocsáss meg, a hozzáállásunkat mindenféleképpen mi irányítjuk. Azt, hogy a külvilág mit rendez, és milyen életesemények vannak, ezeket bizonyos szempontból én azt gondolom, ugye van az elvárás lelki törvényszerűsége, hogyha én elvárom a gyerektől, hogy ő ezt megcsinálja, és ezt számára nyilvánvaló, és egyértelművé teszem, akkor ő ezt meg fogja tenni. Imával hogyan lehet kérni? Nagyon sokszor elmondják az emberek, hogy ne azért hálálkodjál, amit már megkaptál, legyél hálás azért, amit van, és legyél hálás azért, ami jönni fog. És abba bele lehet szőni, hogy te egészséget szeretnél mindenkinek, és jólétet mindenkinek. És bizony-bizony ez a teremtő erő összekapcsolódik. És hogyha nagyon sokan ezt teremtjük, akkor ez fog létrejönni. Ha belegondolsz abba, saját példám megint, én vizualizáltam azt, hogy egyszer nekem lesz saját terápiás házam. Hát sok évbe telt, sok munkába telt, sok utánajárásba, sok gyötrelembe, de megvan. Tehát kivetítem, és meg lesz. Ettől még a jégeső le fog esni. Az volt ugye a műsor elején a kérdés, hogy éljük meg ezt a helyzetet, és erre gondoltam én, hogy lehet, hogy az a válasz, hogy tulajdonképpen ezt mi irányítjuk. Igen. Jó, így már értem. Hogy éljük meg ezt a helyzetet. Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Én bízom benne, hogy a pozitívum árad belőle, ahogy ezt terveztük is. Köszönöm vendégeinknek, tehát Fekete Cseri Zsuzsannának, Tűzkő Králának és Tornyai Gábornak is, hogy itt volt velünk, és köszönjük természetesen a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Két hét múlva újra jelentkezik a Családőrzők. Addig is kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.